Kávéházi rendezvút látják, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem Bátorfini Dúf Anetta, Cikóról és amatőr festőművész, és tegeződni fogok vele is, mint az eddigi összes riportalanyommal, mert szerintem, hát mióta megközelítőleg 20 éve ismerjük egymást. Megközelítőleg 20 éve, és én szerintem megközelítőleg pár éve lettem tisztában azzal, hogy te festészettel foglalkozol, és lehet, hogy itt a beszélgetés előtt jelezted, hogy akkor amatőr festőművészként definiáljalak, vagy határozzam meg a titulusodat, de nekem azért profinak tűnsz, úgyhogy most beszélgessünk mi arról, hogy hogyan jött az életedbe ez a festészet, meg a festőművész karrier. Visszakanyarodhatunk egyébként egészen a kicsi korodig, kislánykorig is, ha akár akkor jött szembe az alkotás öröme. Először is én is szeretném megköszönni azt, hogy itt lehetek. Számomra ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Mivel én nem tanultam soha ezt a festészetet, ezt a tehetséget én annak köszönhetem, hogy a véremben van. Ez azt jelenti, hogy anyai ágon rokonságban többen vagyunk, akik ilyen adottsággal rendelkezünk. Unokahúgom, unokaöcsém is van, aki ugyanígy fest, vagy éppen rajzol. Sőt, a nővérem is annó fiatal korában nagyon jó rajzolt, csak hát ez valahogy úgy elmaradt. És én úgy gondoltam, hogy ha már adott ez a tehetségem, akkor én ezt szeretném ezt tovább vinni. Iskola, vagy hát amikor még általános iskolás voltam, akkor még annyira ez nem volt bennem, ez felfedezhető, vagy hát, hogy még nem annyira tudták, meg sőt, én sem, hogy mire vagyok képes. Az akkori rajztanár, meg osztályfőnököm is hát megjegyezte, hogy egy picivel jobban rajzolok, mint a többi gyerek, de ez valahogy úgy elmaradt, mert én úgy gondoltam, hogy hát jó, biztos, hogy egy picivel jobb, de igazából nem vettem tudomást. Hát igen. És ahogy teltek így az évek, hát a középiskolában, és hát úgymond szakmunkás, amikor szakmunkás iskolában jártam, ott szakrajz órán is, ott is megjegyezte a tanár, hogy jobban teljesítek a többieknél, de ez is úgy annyiba maradt, vagy hát így félre tettem ezt a dolgot, mert hát tényleg ennyire így nem gondoltam, hogy bennem mi rejtőzik, vagy hogy milyen kincs van bennem. Mit tanultál a középiskolában? Mármint, hogy ott szakrajz kellett, vagy szakrajz igen, volt. Igen, szakrajz óráink voltak. Hát cipőfelső részkészítőnek tanultam. De hát abban a szakmában egy évig dolgoztam, aztán a Bonyhádi cipőgyárba. Hát az anyukám, édesanyám példáját követtem, mert ugye ő ott dolgozott, meg hát annó hát akkor abban az időben... Bonyhád környéki lánynak. Igen, annak abban az időben nagyon sok választás nem igazán volt, vagy varrónő volt az illető, vagy cipőfelsőrész készítő, vagy kerében. Képzőművészet és festészet, akkor most térjünk rá a lényegre, a beszélgetésünk apropójára, amely ugye nem más, mint az, hogy te már ténylegesen festesz, tehát ez azért így a háttérből visszajött szépen lassan. Mióta vagy aktívan alkotó? Mióta festesz aktívan? Mikor szakadt át a gát? 2008-tól mondhatni azt, hogy több képet csináltam. Addig valahogy nekem sem, vagy nem volt idő, meg annyira nem foglalkoztatott ez a dolog. Meg ez mire én így rájöttem arra, hogy tényleg mi rejlik bennem, az egy ilyen 20 éves koromban volt az, hogy egy festményt lefestem, fali képet lefestettem, a szüleim szobában volt egy... Ezt akartam kérdezni, jaj, de jó, éppen ezt akartam kérdezni, hogy hogyan jön rá az ember. Igen. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy azért
az emberben bujkál, hogy meglátsz egy szép képet, és majdnem oda nyúlsz, hogy megfesteném még ott, mert szerintem valami így működik, hogy, és akkor évek, évtizedek alatt szépen lassan előbújik. Ez így van tényleg? Igen, szerintem igen. És akkor úgy voltam vele, hogy én ezt leszeretném, megpróbálom így lefesteni. Akkor nem igazán voltam ilyen felkészült, temperám az volt otthon, és azzal azzal megcsináltam a festményt. Jó, hát az még nem igazán mondhatni festménynek, mert egy sima lapra, egy rajzlapra festettem. Nevezzük festménykének. Festmény. Igen. És akkor, mikor így megvégeztem vele, úgy feltűnt, hogy hát én nekem ez elég jól megy. És onnantól kezdve az úgy bennem tényleg így bujkált ez a dolog, hogy az úgy már egy picit jobban érdekelt, hogy bennem ez ott van, ott rejtőzik, csak hát ez valahogy nem jött elő. És a későbbiekben, ugye ez megint csak abba maradt, az, úgy látszik ez egy ilyen hullámzó dolog, hogy mindig el kell jöjjön az a pillanat, amikor úgy érzi az ember, hogy na most van itt, és akkor azt úgy megcsinálja. És akkor, amikor így teltek az évek, 2008-ban, gyes után volt egy pici időm több, amíg mielőtt visszamentem volna dolgozni, és akkor készítettem egy több alkotást. Azok szinte majdnem, hogy ajándékba mentek, vagy hát elajándékoztam őket inkább. Egy pár van azért otthon, az otthonunkban is a lakásunkat azért díszíti egy-egy alkotás. És 2015-ben volt ugye falunap, cikom, és ott is megkértek, hát ugye voltak több ilyen helyi kis ügyeskezőek, akiket így behívtak, nem pont festők, de faragóktól kezdve szőnyegeket, meg rajzolók is, meg... Tehát különböző helyi termékek, kézművesek. Igen, és hát az volt az első ilyen kis kiállításom. Hát én már annak is nagyon örültem, mert azért ez egy olyan dolog, hogy ugye az ember mikor megkérnek egy ilyenre, akkor egy ilyen kis plusz löketet adnak, hogy akkor ezt kéne csinálni tovább. Igen. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy azért van egy 2008, ahol látsz egy festményt, amit lefestenél, vagy megfestenél, vagy csinálnál egy ugyanolyat, és egy 7 évvel rá, mondjuk egy 2015-ben pedig már azért meghívnak, hogy állíts ki. Igen, azért igen. Az a két pillanat, az mind a kettő gondolom felemelő pillanat. Persze, hogyne. És akkor, ahogy jöttek ugye az emberek és nézték az alkotásaimat, hát őt egyre jobban bíztattak, és nagyon jól esett az, hogy dicsértek, hogy milyen szépeket csinálok. Bár én ezt így visszagondolva, vagy visszanézve, én azt mondom, hogy hát még az nagyon ilyen amatőr festmények voltak, de nyilván akkor nekem is az egy nagyon nagy dolognak számított, hogy megcsináltam, és tényleg azért, hogy szép is. Aztán onnantól kezdve majd, hogy nem minden évben a falunapokon ugyanúgy kiállítottam a képeimet, kérésre is, ugye, hogy vagy hát visszavártak, hogy szeretnének ugyanúgy látni engem is. És akkor ez megint csak ugye plusz. És ugye bejött ez az internetes világ is, ami egyrészből ez nekem jó, mert hogy magamat tudom úgymond reklámozni. Így van, promotálni. Igen, és hát onnan is rengeteg visszajelzés volt, és biztatás, és mindenféle ilyen jó tanácsok tényleg, és hogy miért nem csinálom ezt intenzívebben, vagy miért nem foglalkozok ezzel még jobban.
De hát munka mellett, mint mondtam, ez nem igazán volt kivitelezhető. És tavaly szeptemberben volt az első olyan kiállítás, ami nem helyi volt, hanem Bonyhádon felkértek a Solymár Imre könyvtárba, hogy ott állítsam ki a képeimet egy egész hónapra, hogy megkértek. Hát az nekem az egy óriási nagy megtiszteltetés volt, és az egy nagyon nagy löketet adott nekem ebben, hogy ezzel igenis foglalkoznom kellene. Miket szoktál festeni? Hát legtöbb az tájkép. Ez most olyan, hogy ha meglátok valamit, vagy képről, vagy internetről, vagy bárhol, vagy falon, vagy és nekem az megtetszik, akkor azt megpróbálom lefesteni. Milyen anyagokat használsz? Akrilfestéket használok. Volt olyan, hogy olajfestést is, vagy olajfestményt csináltam, mert ugye arra mondják, hogy olyan klasszikusabb, hogy mert onnan indult a maga régi festmények is, hogy avval festettek olajjal. Nyilván szebb, mert én is azt mondom, hogy szebb egy olajfestmény, de viszont nehezebb azzal dolgozni, én legalábbis úgy vagyok vele, mert az nehezen szárad. Egy akrilfesték az könnyen szárad, azzal könnyebben tudok mondjuk színre festeni, amíg az olajnál az a hátrány, hogy ott várni kell. Van olyan, hogy napokat is, hogy mondjuk valami, egy alapfestést megcsinálok, és akkor rá mondjuk valamit kellene még festeni, de az ugye még nincs megszáradva az idő alatt. Ez egy ilyen hosszabb folyamat, egy olyan festményt elkészíteni, ami olajjal készül, én úgy gondolom. Aztán nem biztos, mert mondom, ennyire így nem vagyok benne itt a témában. Én az akrilt választottam, aztán lehet, hogy a későbbiekben fogom és nekiállok az olajfestményekkel foglalkozni. Dramaturgiailag most az a kérdés illik ide, hogyha már említetted az időt, hogy mi meddig szárad, hogy mennyi idő, amíg egy alkotás elkészül. Most tegyük fél a technikai oldalát, tehát te úgy alkotsz, hogy mondjuk kipattan valami a fejedből, vagy meglátsz egy képet, aminél megjön az ihlet, hogy neked ezt most le kell festened, vagy meg kell festened, vagy valami kitalálódik, kitalálsz valamit, és akkor annak nekiállsz, és addig nem kelsz föl a vászon elől, és akár lázas munka, ameddig nem kell menni dolgozni, vagy hogy működik ez? Részekből áll össze egy egész, most nem, a fát csinál? Én, hogyha leülök, és elkezdek festeni, akkor azt addig csinálom, amíg kész nincs. Most ez... Nyilván, hogyha ilyen aprólékos a kép, amin tényleg nagyon kell dolgozni, az akár kétnapos, de az is úgy, hogy mondjuk egy két délutánt tudok így rászánni. Hát mondjuk most egy ilyen 30x40-es képről beszélünk, az, amelyik ilyen normál méretű kép. Az egy olyan durván 8 óra alatt így elkészül, de mondom, ez nyilván attól függ, hogy mennyire nagy munka van benne, mert most van olyan, ami nem annyira időigényes, hogy most itt 10 órákat is akár festeni, de ami tényleg ilyen aprólékos, vagy ilyen nagyon ki kell dolgozni, azért több idő. De eddig, amiket csináltam, az ilyen 7-8 óra alatt, vagy 10 óra alatt elkészült. De most így a legutóbbi festményem, az megrendelésre készült, az egy ilyen vadász festmény, vagy hát vadak vannak rajta. Az nyilván az már nagyon aprólékos, időigényes, mert az,
Hát erre ugye akartam rátérni, hogy sajnos én portrékat nem tudok, vagy állatokat festeni. Ezt nagyon szeretném megtanulni. Ez a terveim közt van, hogy de azt egy ilyen, vagy egy ilyen gyors tanfolyamon, ugye vannak ezek a jobb agyféltek és tanfolyamok, amik segítenek ebben, mert ez erre már úgymond rá kell tanulni, vagy meg kell tanulni, mert ez már egy más kategória egy portrét csinálni, mint egy sima tájképet, vagy bármilyen egyszerűbb képet. Még nem annyira egyszerű a tájkép. Igen, azt akartam mondani, ne fogalmazz ilyen finoman, légy kedves. Igen. Nem annyira egyszerű. Ezt azért két délutánt tudtam rászánni erre a festményre, mert tényleg azt elő meg kellett rajzolnom is. Ugye nem mindegyik festményt rajzolom meg előre ceruzával, de ezt például ezt meg kellett, mert ezek azért azok a szarvasok, ahogy mert több is volt rajta a képen, úgyhogy nem csak egy. Ez nekem egy ilyen nagyon nagy kihívás volt, úgyhogy örültem is ennek a felkérésnek, hogy egy ilyen megrendelés volt, mert ezzel én magamat is így egy picit vizsgáztattam, aha, hogy ez nekem menne. De jó szó. De jó szó, igen, előtanulmányt készíteni tényleg, igen, mint az igazi profik, tessék. Igen, igen. Nagyon örülök, hogy említetted a megrendelés szót, mert mindenképpen szerettem volna, vagy szeretném, ha beszélnénk egy picit arról, hogy meg lehet ebből élni, vagy meg lehetne ebből szerinted élni. Tehát ma ugye lehet olvasgatni cikkeket arról, hogy most a magyar ember így a Covid után egy pár évvel, igen, így megint kezdünk kultúrafogyasztók lenni, járunk színházba, igen, járunk moziba, na de akármilyen romantikus filmet megnézed, az anyuka mindig azt javasolja a lányának, hogy kislányom, csak költővel ne gyere össze, meg íróval, meg művésszel, mert hogy fogtok így megélni. Igen. Tényleg mi a helyzet a művészet piacában? Hát, meg lehetne ebből élni? Az az igazság, hogy 2019-ben én egyszer nekivágtam egy ilyennek, hogy vállalkozást indítottam, felmondtam a munkahelyemen, és belevágtam ebbe, mert akkor elég sok megrendelésem volt, csak hát nem tudtam teljesíteni, mert ugye ez munka mellett, mint mondtam, ez nem igazán megy, mert azért családomban azért el kell végeznem az otthoni dolgokat is. Nagyon jól működött volna. Sok megrendelésem is volt, csak sajnos közben jött a Covid, és ez úgy abba maradt, úgyhogy sajnos ezzel le kellett akkor így állnom, mert én úgy terveztem, hogy kiállításokat szerettem volna minél több helyre eljutni, ilyesmi, de hát ez a Covid helyzet, ez sajnos nem engedte meg akkor, úgyhogy visszacsöppentem a való életbe. Igen, akartam, hogy esetvérában, a valóságba. A valóságba visszacsöppentem. A festett rózsaszín ködből, igen, vissza a valóságba. Igen, igen. És mivel mondtam, hogy ez a tavalyi kiállítás, ez nekem ez nagyon nagy löketet adott, és azóta fogalmazódott meg bennem, hogy én ezt igenis szeretném csinálni, és én ezt, ha már adott ez a tehetség. Én úgy érzem, hogy nekem ezzel valami dolgom van a világban, hogy ezt nem szeretném én veszni, hagyni. És ez minél jobban így foglalkoztatott, és most abban a helyzetben vagyok, hogy igenis még egyszer nekivágok, és 100%-ban szeretném ezt csinálni, hogy egy ilyen művészi karriert magamnak felépíteni. Azért is merem ezt meglépni, mert most is lenne rá kereslet, hogy eladásokkal, vagy eladásra is mennének ugye a festményeim. És ha most megint nem próbálom meg, akkor nem fogom én ezt megtudni, hogy vajon ebből mi meddig tudnék elmenni, vagy mi az a lehetőség, ami nekem itt, vagy ami még rám vár.
De szép gondolat, és azt is mondhatnám erről a szép gondolatról, hogy legyen ez az árszó, viszont az árszóba kérlek az legyen, hogy válaszolj nekem arra a kérdésre, vagy inkább arra a kérésre, hogy mit üzensz azoknak, akik most kezdenek kacsingatni így a művészi pálya iránt, mondjuk maradjunk a festészetnél, mit üzensz nekik? Annak tudatában, hogy nálad több generációban, hogy ahogy fogalmaztál a beköszönés után az első gondolatokban a véredben, családilag a véretekben van ez, annak tudatában, hogy elkanyarodtál a művészettől, aztán visszakanyarodtál, aztán a Covid képében a sors megint kidobta a karrieredet az ajtón, ami visszamászott az ablakon, már elnézést, hogy én nagyon csúnyán fogalmazok. Ezeknek a fényében ennyi varga betű után mit üzensz azoknak, akik most bontogatják szárnyaikat? Hogy ezt mindenképp próbálják ezt meg, mert ez egy olyan lehetőség is szerintem, ami, mint ahogy mondtad, hogy újból kezdenek itt visszatérni ezek a hogy az emberek megnyílnak megint. Igen, kultúrát fogyasztanak, így van. És én is úgy érzem, hogy nekem is most jött el az idő, hogy én ezt meglépjem, és én ezt nem szeretném, ezt az álmomat feladni, mert ez nekem egy régi álmom, hogy én egy saját galériát nyissak, és ott alkossak, mert ezek a képek, ahova kerülnek, ez nekem egy óriási nagy öröm és boldogság, hogy az én alkotásom díszíti az emberek otthonát. Ez egyrészt megfizethetetlen érzés, mert ez sokkal több. Ez olyan, hogy egy részem ott van az emberek otthonában, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy ezt mindenképp tanácsolom, hogy ezt senki ne adja fel, és bármilyen akadály jön, azt át kell küzdeni, és igenis csinálni, és nekivágni, belevágni. Bátor Fini Dúfanett, nagyon-nagyon szépen köszönjük, kedves Anetta, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát minden jót kívánunk, és nagyon köszönöm. Sok sikert mindenhez. Köszönöm szépen. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, további jó tévézést kívánok, viszont látásra, a Kávéházi Rendezvút látták, viszlát!